A Szalon Budapest a legújabb lakberendezési trendeket mutatja be szeptember 20 és 22-e között a Budapest Arénában. Az Interior magazinokban látható inspiráló otthonok világa 3 napra ismét kézzel fogható közelségbe kerül, és itt van már a stúdióban Fülöp Judit, főszervező. Jó reggelt kívánok, szervusz Judit! Jó reggelt! Hát mik is a trendek? Ugye ez mindig egy aktuális és jó kérdés. A szeptember egyébként kifejezetten ugye a lakberendezési trendeknek a hónapja, ugye ilyenkor lehet megismerni a legújabb trendeket, illetve azt, hogy mit érdemes követni, de mennyire érdemes egyébként a trendeket követni szerinted? A Szalon Budapesten nem csak olyan látogatók vannak, akik komplett építkezés vagy lakásfelújítás előtt állnak, hanem olyanok is, akik egy-egy apró újdonságot keresnek az otthonukba, mondjuk egy új párnát, egy takarót, valamilyen kiegészítőt, egy festményt, egy szobrot. A trendek mindenféleképpen inspirálóak lehetnek, de azért én azt szoktam mondani, hogy amikor komplett lakás kialakítás alatt van valaki, akkor leginkább a saját ízlését érdemes figyelembe vennie, hiszen egy konyhabútort, vagy egy nappalit, vagy bármi ilyesmit, azt általában 8-10 évre választunk, ezek a trendek pedig évről évre változnak. Igen, itt ugye beszélgettünk a szünet alatt, hogy mennyire trend most mondjuk a nagyon minimalista stílus, vagy mennyire trend az, hogy az ember igenis antik bútorokat vigyen be, akár egy minimalista környezetbe, és te azt mondtad, hogy tulajdonképpen a mixelés és a stílusoknak a keverése az továbbra is nagy divat. Abszolút, és a mi eseményünk azért nagyon jó helyszín felmérni például az ilyen eklektikusabb otthonoknak a hangulatát is, mert sok más rendezvényel szemben nálunk komplett enteriőrök kerülnek kialakításra. Tehát úgy kell elképzelni ezt az eseményt, hogyha valaki megérkezik hozzánk és körbesétál, akkor itt van nappali, háló, fürdőszoba, gyerekszoba, zeneszoba, könyvtárszoba, de még dizájngarázssal is készülünk. Magyarul itt tényleg teljesen el lehet képzelni, hogy milyen lenne az otthonom, ha mondjuk csak egy skandináv stílusban épülne föl, vagy hogyha különböző dolgokat vegyítenék, vagy lesz például monokrom hangulatú terünk is, ahol mondjuk minden piros, vagy minden lila. Tehát, hogy ezek azért nagyon izgalmasak ebben a formában, mert túl azon, hogy meg lehet tapintani az anyagokat, be lehet ülni egy fotelbe, egy garnitúrába, meg lehet nézni, hogy egy szekrény hogy nyílik. Ez tényleg olyan, mintha egy valós otthonba látogatnánk el, és az gondolom, hogy így tudjuk a legjobban felmérni azt, hogy mi magunknak mit tudunk elképzelni otthonra. Judit, és mik a trendek idén, vagy mik azok a színvilágok, ami nagyon jellemző mondjuk a lakberendezésben, vagy jellemző lesz? Ugye maga az egész pandémiás időszak nagyon megváltoztatta azt, hogy mit várunk az otthonunktól. Például rengetegen dolgoznak otthonról home office-ban. Tehát ez a szoba, vagy ez a helyiség, ennek a kialakítása, hogy hogyan dolgozunk otthonról, ez egy nagyon fontos trend, és ezzel kapcsolatban sokféle megoldást bemutatunk a helyszínen. A fürdőszobáknak az a trendje idén, hogy leginkább ilyen spa kialakításúak, hogy ott el lehessen lazulni, akár egy könyvből egy adott fejezetet elolvasni, hosszabb időt eltölteni, tehát mind a kádaknak a kialakítása, mind a színek, amiket ott használunk, vagy a kiegészítők, ezek mind ezt a célt szolgálják, hogy minél hosszabb és kényelmesebb időszakot tölthessünk a fürdőszobában. Trendek idén még a csíkos minták használata, ezt mindig szeretem kiemelni, mert ez egy olyan dolog, amit nagyon sok mindenben vissza lehet hozni, akár tényleg csak egy párnában, vagy egy textíliában, de van, aki mondjuk az egész fürdőszobában szobáját csíkos csempével csináltatja meg. Ez egy nagyon meghatározó, hangulatú döntés, ugyanakkor nyilván ebből is sok színvilág áll rendelkezésre. Hogy látod egyébként, hogy van-e valami okos, bölcs döntés azok számára, akik mondjuk első lakásokat újítják föl, mondjuk trendeket akarnak követni, de érdemes nem feltétlenül egy az egybe egyfajta trend után menni? Igen, én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes megnézni a különböző lehetőségeket, és mindegyik kis helyiségből, ami például itt a Szalon Budapesten ki lesz alakítva, kicsípni azt az apróságot, ami valakinek tetszik. Például nagyon sok magyar dizájnernek is megjelenik majd a terméke ezen a hétvégi rendezvényen, álomszép lámpák, különböző kerámiák is lesznek, és ezek a dolgok nagyon meg tudják határozni egy térnek a hangulatát. Tehát, hogyha valaki most nem szeretne hirtelen mindent csípni,
csíkossal megcsinálni, hiszen ez az aktuális trend, akkor én azt javaslom, hogy inkább visszafogottabb színeket válasszon, és kiegészítőkben, vagy például lámpatestekben, vagy egy-egy műtárgyban hozza vissza azt a hangulatot, ami az egész térnek ugyanakkor nagyon meg tudja határozni a stílusát. Mondtad a magyar tervezőket, de fiatal tervezők is lesznek, ugye, akik ötleteket adhatnak, vagy akik akár egy új, nem tudom, elméletet vagy felfogásmódot mutatnak be egy fürdőszobán vagy egy konyhán keresztül. Igen, nagyon érezni azt a fiatal tervezők munkáin, hogy ők már egy más generáció, másfajta elvárásokkal, gondolatokkal viszonyulnak egy otthonhoz, és izgalmas megoldásokat mutatnak be itt nálunk. Ezek sokszor még csak prototípusok, de hogyha valakinek esetleg megtetszik, akkor fel tudja keresni az adott dizájnert vagy tervezőt, és az ő otthonához leginkább passzoló vagy leginkább illő, akár étkészletet, vázát, vagy például világítótestet, vagy akár textíliát és szőnyeget is be tud rendelni, ami kifejezetten abba az otthonba készül. Tehát a magyar dizájnereknek ez a nagyon nagy előnye, hogy lehet velük beszélgetni, és teljesen egyedi tárgyakat készíteni az otthonunkba. Nagyon izgalmasnak tűnik, szeptember 20 és 22-e között Budapest Aréna. Fülöp Judit, neked nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. Köszönöm én is, és sok szeretettel várunk mindenkit a hétvégén.